A Hungária takarék erőteljesen jelen van Tolnában és Baranyában is, így különösen erős pozíciókkal bír a neves borvidékek gazdaságában. Villányban és Szekszárdon is meghatározó borászatok tartoznak az ügyfélkörbe, így adva van a lehetőség a rendszeres szakmai párbeszédre, mondta Gáspár Csaba, a szervező Hungária takarék igazgatója. Körülbelül 40 borászati vállalkozás, aki intenzív fejlesztést hajt végre, az jelenleg a Hungária takarék partnere. Én azt gondolom, ebben egy nagyon komoly szaktudás halmozódott fel a takarék szövetkezetbe, és mi ezt igyekszünk hasznosítani, a vidék fejlesztését ebben a formában tudjuk mi támogatni konkrétan. Az elmúlt évek komoly fejlődést hoztak mindkét térségben, amihez a pénzintézet hathatós támogatást nyújtott. Bordi István, a szekszárdi hegyközség elnöke, az Estházi gazdája úgy értékelte, ez a fajta együttműködés jelentős előnyöket hordoz magába. Ez az összefogás az kettő élő dolog. Egy, hogy a borászok, a szekszárdi villányi borászok összefognak, és együtt dolgoznak a takarékszövetkezettel, a Hungária takarékszövetkezettel, és a másik éle pedig az, hogy a Hungária takarékszövetkezet kiáll a borászok mellett, és az uniós projektek finanszírozását meg is oldják, és együtt dolgoznak a jövőért. Günther Zoltán, az ismert villányi borász véleménye szerint mindkét vidéken olyan termékek látnak napvilágot, melyek Európában is jegyzettek, ennek megfelelően kell termelni és kereskedni is. Ez a szakma nagyon sok szereplős történet, tehát látszik az, hogy az 5-10-30-40 hektáros gazdák is tudják lerakni azt a bort az asztalra, ami egy abszolút minőségi kategória. Szerintem a vevők ma erre fogékonyak. Nyilván ennek az ára följebb van, mint mondjuk az áruházak porcain az 1000 forintos bor, de én azt gondolom, hogy ennek van jövője, hogy mindennek legyen gazdája, mindennek legyen neve, és ezek ki kell mondani, hogy kézműves termékek. A második dél-dunántúli bortalálkozón közel 20 borászat képviselője fogadta el a Hungária takarék meghívását.